Ez a videó nem egy speedrun, nem kihívás teljesítése, de nem is casual play. Csak egy átlagos fickó vagyok, aki szereti minél könnyebben teljesíteni a játékokat, úgyhogy amit én itt csinálok, arra mindenki képes. A videóban vázolt stratégiákat akkor tudod a leghatékonyabban használni, ha már játszottál a játékkal. Ha mégsem, remélem a segítségemben nem fogsz vele szenvedni. Ha tudtam segíteni, dobj egy kommentet. Bazzeg! Nem jött be, nem jött be, nem jött be! Bazd meg már! Ne, csesztem! Csesz meg! Faszom! Gyorsan, futás! Na jó estét kívánok, sziasztok, üdvözlök mindenkit, na végre eljött ez az istenverte pillanat is, amikor Resident Evil HD Remaster van, ugye a csatornámon, tehát tényleg így, ez nem én vagyok, jó, tehát régi játékokra jellemző, hogy ilyen demót mutogatnak, Code Veronica-nál is volt ilyen, én azért ügyesebb leszek, jó, biztosak lehettek benne, szóval én azt mondom, hogy nem is nagyon fogok tökölni vele, ugyanis 10 éve tartozom azzal, hogy ezt megcsináljam nektek, jó? Jó, megbeszéltük. Szóval, először is nyomok egy Any Button-t. Egy-két dolgot át kell alakítanom menet közben, annyira nem lesz életveszély, viszont tudni szeretném, hogy mégis mivel dolgozom. Ugye a fő különbség a 2002-es, hihetetlen, hogy 2002-ben remékelték basszus az eredeti 96-as első részt, és gyönyörű lett, mai napig gyönyörű egyébként, és ez meg ugye fölhádésítette. 16-9-re pedig úgy húzták ki ugye az eredeti 4-3-as képarányról, hogy ugyanazokat a háttereket megtartották, viszont menet közben, ahogy mozogtok, le és föl megy a kamera az adott fix hátteren, hogy tényleg megadja az érzetet. Gyönyörűen csinálták meg az egészet, na mindegy, szóval egy gyors options-t nyomok, és mielőtt még kérdés lenne, normál módban fogom indítani, ennek kettő darab oka van, az egyik az, hogy ez egy olyan játék, amivel szeretném magamat földolgozni, majd egy kicsikét durvábbra is, szóval biztosak lehettek benne, hogy nem ez az egyetlen egy Resident Evil sorozat, amit kiadok, vagy nem ez lesz az egyetlen egy sorozat, amit kiadok ebből. Tehát ez az egyik oka neki. A másik pedig, hogy tök nulláról kezdtem az egészet, tehát megint ugye egy olyan profilon indítottam, ahol nem nagyon volt még ez a játék. Sajnálatos módon 3 darab trófeát menet közben összeszedtem, miközben az előző felvételt készítettem, ami egy katasztrófa volt egyébként, nem tudom miért, de katasztrófa volt, szóval 3-at nem fogtok látni, de közben én a Controls-t megnézem, és amit én úgy látom, hogy átállítottam már, én igen, jó. Tehát mindenképpen én átállítom magamnak B-re az irányítást. Azért ugyanis az A-nál defensive item opció az van, viszont nekem nagyon rossz helyen, illetve az attack map az totálisan szar kiosztás. Tehát igazából ez egy kellemesebb. A másik az irányítás, vagy alternatív irányításra fogom tenni. Ez kettő dolgot jelent, nem tudom, hogy mennyire fogja eltüntetni. Oké, tehát én most egy vezetékes kontrollert használok, hogy hosszú felvétel lesz, véletlenül se legyen menet közben ilyen áramellátási probléma. Szóval, hogyha az analóg kart használjátok, tehát hogyha beállítjátok az alternatív irányítást, az analóg kart használjátok, akkor mindig az adott nézethez képest rohadtul gyorsan lehet mozogni. Tehát tényleg ezt lehet használni hirtelen fordulásra, egyebekre. Viszont a D-padon pedig közben használhatjátok ugyanúgy az eredeti tankirányítást, ami viszont kicsit nehézkesebb, de pontosabb. Én ennek a keverékét fogom használni, jó? Illetve a defensive itemet manuálra állítottam méghozzá azért, mert időnként, hogy tovább tudjak haladni és legyen nálam elég cucc, be fogok vállalni egyet a csapatért, jó? Tehát ez nem egy ilyen no damage cucc lesz, várhatóan. Aztán meglátjuk, lehet, hogy ügyes leszek. Szóval, ezekkel meg is vagyunk, úgyhogy ki is lépünk, feliratok azok be vannak állítva, szóval akkor indítunk egy new game-et. Jó, egy new game mindenképpen, de szép vagyok a háttér előtt. És igen, ezeket tudjuk, köszönöm szépen, subtitle be van lőve, és a jelenlegi legnehezebb fokozatot választom, hogy igazából a normál mód elvileg, tehát ez a normál, ez az easy, ez a nagyon easy, gyakorlatilag kezdőknek még a legkönnyebb is szét fogja rúgni a seggét. Jó, szóval én nekifutok egy normálnak, remélem, hogy élvezni fogjátok, és remélem, hogy nagyon sok hasznos tanácsra tudlak ellátni titeket.
4 perce beszélnek, utálom azt, amikor, amikor a streamerek 4 percen keresztül beszélnek, mielőtt bármiben belefognak, szóval 5-et nem várjuk meg. Jó szórakozást mindenkinek, lövünk egy ilyet, és választunk egy Kristófot. Szóval, hajrá! Is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah. Na, vissza is kaptuk szépen az irányítást, ugye, mert miért ne kaptuk volna. Szóval, ugye innen indul az egész történet, hogy kicsikét,
Ja. Eltűnt Barry, ugye? Mi pedig ott vagyunk a csáva kellős közepében, és most pedig következni fog egy nagyon-nagyon klasszikus, de tényleg, tehát műfaj teremtő jelenet jön. Futunk azonnal, jó? Instant. Erre kell igazából az, hogy mi az Isten használunk analóg kart. Jó? Erre. Most pedig szépen visszaváltok a D-padra. Igen, tehát ez annyira ikonikus ez a jelenet, hogy ugye betették még az Evil Within-be is. Nem teljesen így, de nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy ez arról szól. Wesker? Jill? Where did they go? Na, meg is kaptuk az első fegyverünket, ugye? Na, ez az, amit majd fogok használni hamarosan. Gyorsan be is váltom magamnak. Szóval, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan játszottátok ezt a játékot, jó? Tehát 2002-es, ami azt jelenti, hogy 22 év telt el, mióta kijött. Én nem úgy fogom csinálni, mint általánosságban kellene, jó? Tehát ez nem az a kategória. Én vagyok az a hülye, aki szereti könnyen megúszni a dolgokat, jó? Tehát amiket mutatok, azt mindenki meg tudja csinálni. Mindenki meg tudja csinálni méghozzá. Azért, mert én nem vagyok jó a kitérésben, én nem vagyok jó a gyors reflexeket igénylő játékokban, tehát FPS-eket felejtsem el teljes mértékben. Amikor még 1000 évvel ezelőtt Quake-et játszottam, akkor én voltam a ballaszt, akit lehetett lőni, jó? Tehát ez nem nekem működik. Viszont, ami nekem egy nagy előnyöm, hogy tudok tervezni, és szeretek úgy gondolkodni, hogy a lehető legoptimálisabban csináljam meg, és álmomból fölkeltve is tudjam, hogy mi az Istent kell csinálni. Na most az a baj, hogy ez a játék hosszú. Ó, ezt nem is mutattam nektek, bocsánat. Szóval, alternatív irányítás az úgy néz ki, hogy mindig relatíve a kamerának mozgunk, jó? Tehát, hogyha itt balra nyomom, akkor most ő balra fog menni, jobbra nyomom, jobbra fog menni. Ha esetleg képernyőváltás van, ugyanazt a gombot, most lefele nyomom, ugyanazt a gombot tartva folyamatosan, nem változtat irányt, jó? Tehát ez alapvetően így működik. Viszont a D-paddal is tudok mozogni, jó? Tehát, hogyha D-padot nyomom, akkor meg ez a klasszikus tank. Amúgy ez tényleg, ez gyors, ez pontos. Ami viszont tök jó a D-padban, hogy lehet vele csinálni az úgynevezett, bocsánat, piszkált az orrom, lehet vele csinálni az úgynevezett ilyen stair slide-ot, ami azt jelenti, hogy ha a futásgombot rohadtul gyorsan nyomogatva csináljátok a lépcsőzést, akkor a következő fog történni. Így simán fölfutok a lépcsőn, az kb. Ennyi időt vesz ugye igénybe, tehát valahogy így fog kinézni. Viszont, hogyha én ide jövök és elkezdem nyomni, mint az őrült, na ez valahogy így fest, jó? Ennél lehet gyorsabban is, minél gyorsabban nyomjátok, annál gyorsabban fog történni. Láttam olyan embereket, akik kb. Így csúsztak lefele a lépcsőn. Kurva jó néz ki, és nagyon-nagyon hasznos dolog. Főleg, hogyha szeretnétek elkerülni ellenfeleket, fogom erre is használni, jó? Félrejtés ne esik, fogom erre használni. Na most, nekem ez először kell, mielőtt még bármit csinálnék. Akkor gyorsan összegyúrom. Már jön is. Okés. Gyorsan megkéseljük. Mert hogy nem gondoltátok, ennyi volt, ugye? Nem, hát nem gondoltátok. Ketteske is. Jó. Na most, váltok egy késre, egyetlen egy oknál fogva. Ez egy fokkal gyorsabb, és én nem szeretnék problémát magamnak. Jó, hál' Istennek nem mozdult meg. Előfordul, hogyha megmozdul. Most viszont analóg kar. Egy ilyen ívben jövök, jó? Tehát, hogyha esetleg megmozdul és ott van a sorokban, akkor is ki tudjátok kerülni, és nyomom lefele rögtön, jó? Tehát, hogyha bármi van, ha esetleg megmozdul, na most pont nem sikerült neki, akkor is ezt meg tudjátok oldani, jó? Jó, okés. Na most nekem ez a nyílhegy, az nagyon... nyílhegy, az nagyon-nagyon kellett, ugyebár. Leszlájdulunk a lépcsőn, és most megyünk kifelé rögtön. Pisztolyt nem nagyon fogok használni, jó? Az elején nagyon ki van centízve nekem, hogy miből mennyi kell, ezért nyilván fölvettem ugye a lőszert is.
de majd meglátjátok, jó? Tehát nem, nem. Sőt, szerintem az egész alatt talán itt az első ilyen 5-10 percben lesz pisztolyozás, aztán csókolom, elraktam, soha nem veszem ki. Csak mondom. Jó, tehát készüljetek föl rá, hogyha valaki ilyen minden ellenfelet megölünk, ami nálunk van, dologra számít, az nem, az bukott. Illetve nem fogok mindent megnézni, jó? Tehát nagyon sok olyan animáció van, amivel én abszolút nem fogok foglalkozni, közben ezt így átvariálom. Ja, bocsánat. Még egy apróság, hogyha kés van nálatok, akkor gyorsabban mozogtak, azért váltottam a késre, hogy a sikerüljön. Hát lehet, hogy az előbb mondtam. Szóval nagyon kevés ellenfelet fogok megölni, jó? Tehát a többségnél el lehet futni előlük. Viszont ez az a rész, ahol rohadtul sokat fogunk mászkálni majd, vagy relatíve sokat, szóval mindenképpen ajánlom, hogy ezeket tekerjétek le minél előbb. Nem hiszünk neki? Mondom én. Most már igen. Na, a haverja az pedig jó messze van, és nem kell egyébként közel menni hozzá. Innen is lehet ülni, látjátok? Na most, az helyzet, hogy egy olyan 80-90%-ban ő hajlamos arra, hogy elveszítse a fejét, oké? Okay? Jó, hülye vagyok, azt nem kombináltam össze, bocsánat, nincs helyem. Na most jó, oké. Okay. Na. Okés. Nem tudom miért, kis százalékban van rá esély, tényleg egy ilyen headshot-tal így leszettek valakit, de ez a csávó tényleg ilyen 80%-ban hajlamos elveszíteni a fejét. Ha nem, az sem pánik egyébként ott, és semmi probléma nincsen vele, akkor is ugyanúgy lehet vele dolgozni, ki kell nyírni. Na most ebben a részben, ha esetleg nem tudnátok, bár valószínűleg úgy is tudjátok, mert tényleg ez egy akkora orbitális gani húzás volt a készítők részére, hogy ilyet megjátszottak, hogy ha egy zombit lelőttök, és ott hagyjátok, közben fölveszem ezt a cuccot, és ott hagyjátok, azt kérem szépen egy idő után átalakul Crimson Head D, ami gyakorlatilag egy bazi nagy karmokkal rendelkező rohadtul gyors zombi, jó? Tehát ugye a lore szerint, itt közben, bocsánat, nem fogok olvasgatni, jó? Tehát mindenki ismeri a történetet, nem nagyon fogok olvasgatni, maximum menet közben mesélek. Hol tartottam? Elfelejtettem, na mindegy. Jó, mindegy, megyünk tovább. Szóval, most, hogy én megszereztem az első kulcsunkat... Ja igen, na szóval, hogyha leszettek valami dögöt és ott hagyjátok, akkor ugye Crimson Head-dé alakul. A lore szerint pedig ugye a zombik az első állomása annak, hogy átalakuljon ez a smöre izévé. Mi a franc az? Likerré. Jó, tehát a Crimson Head az egy ilyen köztes állapot. Na most. Én errefele fogok bejönni, méghozzá azon egyszerű oknál fogva, hogy... Nem, majd ha jövök erre, jó? Most nincsen rá szükségem, megoldom. Most nincs rá szükségem. Majd ha errefele tartok. Szóval... ja. Ja, de használnom kell a kulcsot, banyag. Akkor mégiscsak, oké. Na, elnézéseteket kérem. Ide tettem magamnak a puskát, jó? Tehát itt van, hogy mi az Istent kell megcsinálnom. Meg fogom csinálni. Ami viszont nekem nem kell, az térkép. Jó? Tehát azt nem fogom felszedni. Most jövök ide, mert el fogom felejteni, jó? Tehát ebből is látni fogjátok, hogy ez nem egy no damage, jó? Nem az. Biztos vagyok benne, hogy meg fogják harapni a seggemet. Viszont van nekünk itt egy ilyen. Ott is van, dagger, van egy tőrünk. Na most ilyenkor följön az, hogy ha megfognak, akkor van lehetőségetek arra, hogy ilyen önvédelmi fegyvereket használjatok, mint ugye a 2 remake-ben is volt, ahogy volt ugye a 4-ben ugye a késsel. Na most én gyorsan bevállalok egyet, mert ezt szeretném megtartani. Azaz, szálljál már le rólam! Semmi baj, jó? Tehát megölni nem fog. A megsérültök, az sem probléma egyébként. Nem sikerült gyorsan leráznom magamra sajnálatos módon. Viszont nekem az a tőr, az kell majd máshova, jó? Tehát föl kell tankolni minél inkább ezekből a cuccokból. Ugyanis lesznek egy jó páran. Lesznek egy jó páran, akik rohadtul veszélyesek. Közben bejövök ide, ugyanis olyan helyeken fogok mászkálni, ahol nem baj, hogyha minél több van nálam. Általában ugye először errefele szoktak menni az emberek, én is egyébként. Hogy állok? Sérültem? Korsonbe vagyok? Nem baj. Abszolút nem érdekel. Azért nem érdekel, mert ugye lesznek cuccok, amiket majd én menet közben föl fogok tudni szedegetni szépen, gyógyítani magamon.
Nem pazarodunk, jó? Szóval, kettőt be, vagy egyet bevállaltam a csapatért. Lehet, hogy furcsa a taktika, de meg fogjátok látni majd, hogy miért, jó? Meg fogjátok látni, hogy miért. Szóval, most, hogy itt meg vagyunk, akkor irány szépen föl. Azaz. Most először kinyitottam itt ezt. Aztán pedig jövünk arra fele. És kinyitom itt ezt. Most ott bal oldalt van egy zombi, szóval vele jelenleg nem foglalkozunk. Egyáltalán, jó? Egyáltalán. Úgyni. Aha, benéztem. Látjátok, tévedések azok előfordulnak, jó? Semmi probléma az égvilágon. Nem ide kell nekem először jönnöm. Én leszek a gyorsabb, kicsi köcsök, haha! Közben a másik oldalon megy. Na, ezért jók a jegyzetek, jó? Tehát néha összekeverem, semmi probléma nincsen ezzel, majd később erre fel is fogunk jönni, úgyhogy elnézéseteket kérem, kis baki. De legalább akkor erre fel is elnéztünk és használtuk a kulcsot. Na most, sőt, nem, bocsánat, elnézést, közben eszemült, hogy kitettem itt ugye egy videót, nem tudom, egy múlt héten, talán másfél héttel ezelőtt valahogy így, amikor ugye mutattam egy ilyen kis részletet, hogy mi működik. Na most azóta ezt átalakítottam, ahhoz, hogy amit most csinálok, tehát hogy meg tudjam tartani a növényt, föl tudjak szedni lőszert, hasonlók, tehát hogy tudjak magamnak szedni nem csak fegyvereket és kulcstárgyakat, ahhoz ez kellett egyébként, hogy most ezt az ajtót kinyitottam, szóval tökéletesen jól csináltam, oké? Ő a következő áldozatunk. Őt mindenképpen le kell szedni, jó? Tehát... Jó, meg is halt. Hogyha céloztok és... Hoppá, nem, bocsánat. Na, hogyha céloztok... És ugye már nem fogja rá a fegyvert, akkor onnantól kezdve jók vagyunk. Na, ezért mondom, hogy ez most így, hogyha megnézitek, akkor most dobtam ki. Igen, diszkárdolom. Most van egy darab helyem. Jól csináltam. Oké. Okay. Jól csináltam, kiváló. Kicsit át kellett alakítani a taktikáimat, hogy működőképesek legyenek. Na most itt pedig van egy darab... Nem ez? Ez az old key. Pontosan ez kell nekem. Köszönöm szépen. Sajnálatos módon Chris... Nem a lockpickek királya, szóval neki kis kulcsokat kell használni ahhoz, hogy bejusson bizonyos helyekre. De nem baj. Meg vannak ijesztő zombik. Kurva jól megcsinálták ezt komolyan. Még így is, hogy nem baj, cusz, még így is jól néz ki. Következő a helyzet, amit itt használni szoktam analogkar, ide nézünk. Zombi felénk fordul, és akkor ráfutunk erre hátra, jó? Most pedig a következő, hogy megvárjuk szépen, amíg a haverja az elkezd felénk csaszogni, ahogy bejön a képernyőbe már. Mehetünk is, ez az, jó? Tehát szerencsére eléggé hülyék ahhoz, hogy át lehessen verni őket, többség mellett simán el lehet futni, oké? Okay? Egyet most bevállaltam, ugye, de amúgy a többség az nem fog megharapni, jó? Tehát ezzel semmi dolgom nincs az égvilágon. Azt mondja, hogy közben pedig én... Ja, őt most ott hagytam, azt mondja, hogy igen, jó, köszönjük. Tökéletes, jó? Na... Nagyon-nagyon remélem, hogy nem fog Crimson Head-dé válni. Ugyanis van egy ilyen jó szokásuk. Nehézségtől függ sajnálatos módon, hogy mennyire gyorsan történik ez az egész. Aminek én annyira nem örülök, de nem baj, mert most ugye én még relatíve normál nehézségem vagyok, szóval ez így annyira nem foglalkoztat. Viszont később gyorsabban előfut, tehát gyorsan kell menni, időhöz van kötve. Oké, okay, időhöz van kötve, erre figyelni kell. Szóval megint fordulunk, ez az. Csak mennék már, ha Chris lennék. Én meg nem vagyok Chris, szóval, na, azaz. Szóval, most itt a következő folyosó, az kicsit trükkös. Hard módban már egyel több rohadék van, de nem baj. Erre vannak ugye az önvédelmi tárgyaink. Persze, hogyha jó fele megyek. És akkor most pedig... Suhanunk. Hol vagy te, pénisz? Ó, csezd meg! Ilyet se láttam még, hogy nincs a lépcsőn! Hát mi az anyja kínja? Mindig a lépcsőn van! Mindig a lépcsőn van! Mindig! Minden egyes rohadt alkalommal! Ez durva volt! Ilyet még nem láttam! Jó, tehát erre kell az old key, az öreg kulcs, hogy ugye
ilyen dolgokat, hogy ki tudjunk nyitni. Ilyet még nem láttam, gyerekek, soha a büdös életbe, hogy az a zombi nem a lépcsőn van. Mi a franc? Na, sejthetitek, hogy mire készülök, ugye? Na, és akkor flash grenade-em is megvan, köszönöm szépen. Most nagyon remélem, hogy nem lent fog falangálni, mert az nekem nagyon-nagyon nem jó, de majd megnézem közelebbről mindjárt. Ott falangál, de nem zavar, mert én most itt bemegyek, köszönöm. Nem ezt akartam! Azaz, na. Azért mutatom meg ezeket a dolgokat, még akkor is, hogyha alapvetően nekem sok szükségem nincsen arra, hogy ennyi mindent cipeljek magammal, hogy ha esetleg valahol elakadnátok, legyen lehetőségetek fölhalmozni a dolgokat, jó? Tehát nem muszáj úgy utánam csinálni, ahogy én csinálom, jó? Opcionális, ez van. Jelenleg 3 darab ilyen izén van. Oké, szóval a pöcsfej fölment, szóval akkor most el tudunk így szépen sliszolni mellette. Az olyan, hogy amíg a lépcsőn vannak, addig kizárólag hányni tudnak, semmi mást, jó? Tehát ez egy nagyon-nagyon pozitív tulajdonságuk. Tök jók vagyunk. És most viszont, ahogy kijövünk itt, a zombi az viszont a jobb oldalon lesz, jó? Tehát erre figyelni kell, hogy fordulunk egyet, és már ott van a hátunk mögött, jó? De én ezt szerettem volna, hogy minél távolabb legyen ettől a cucctól, és nem, anyádat, gyerünk, és legyen erre időm. 1, 2, 3, 4, meg egy pici, és fordul. 1, 2, még ha meg is jelenik ott fönt, akkor sem probléma, lefele, látjátok, lefele atolom az analógot, és már el is húztam innen, jó? Jó, tökéletes, gyors puska. Jó. Tudjuk. Na, tehát arról is beszéltem, hogy nem fogok mindent megnézni. Vannak bizonyos dolgok, például, hogy Rebekával találkozunk ugye abban a mentési szobában, ahol ugye voltam, az akkor, hogyha más dolgokat megcsináltunk előtte. Lesz egy rész később, amikor Rebekát meg kell menteni. Nem spoiler, ezek már 20 éves játék, jó, tehát ezt tudjátok. Tehát lesz egy olyan rész, amikor Rebekát meg kell menteni, ki fogom hagyni, jó? Tehát egy az egyben vannak olyan dolgok, amiket én ki fogok hagyni, azért, hogy ne szívassam saját magamat. Nyugodtan megcsinálhatjátok, ha szeretnétek. El fogom mondani, hogy mi hol van, mire jó, mi az, amit esetleg kihagyok menet közben. Relatíve gyors és hatékony útvonalat találtam magamnak, úgy, hogy közben azért több dolgot szedek föl, mint amire szükségem van. Szeretem fogni a kezeteket, jó? Tehát igyekszem tanácsokat adni mindenkinek, aki esetleg foglalkozik valami játékkal és elakadt. Ez pedig egy tényleg 22 éves játék, szemetek, jó? Szemetek. Úgy találták ki, hogy szopasson. Szóval például kihúzzuk a dugót. Nem tudtam el magam, mert itt gyorsan kell reagálni, jó? Gyerünk, azaz. Annyira szép! Annyira szép! Rohadt jó. Na most Jill ezt megúsz, Jill mindent megúsz, jó? Tehát Chrisnek szarabb, oké? Na most amíg fölállnak, addig rendben vagyunk, jó? Nem? Tehát amíg ugye állnak föl a zombik, addig teljesen rendben vagyunk. Addig nem fognak bántani minket. A következő helyszín pedig olyan, ahova soha a büdös életben nem fogunk még egyszer bejönni, jó? Jó. Na, ez az a hely, látjátok, hagytam elég helyet ahhoz, hogy én mindent össze tudjak itt szedni. Jó, tehát erre nincs mind szükségem. Abszolút nem. Abszolút nem. Gyerünk. De tudom nagyon jól, hogy milyen az, amikor először játszik ezzel az ember, irgalmatlan módon szemét tud lenni, jó? Tehát... Oké, és megyünk tovább. Megyünk tovább, teljesen jók vagyunk. Soha többé nem fogunk idejönni. Erre az egész folyosóra sem. Ezzel a folyosóval az a probléma, hogy a következő alkalommal idejöttök... Látjátok? Következő alkalommal idejöttök, akkor 6 darab zombi lesz itt, ha jól emlékszem. Úgy emlékszem, hogy 6. Az nem kevés. Jó? Az 6-tal több, mint amit szeretnénk. Nem éri meg. Szóval igazából én most az old key-t azt itt összeszedtem, visszamentem, kipucoltam mindent, soha többé nem kell mennünk. Sőt,
Vannak olyan részek a játékban, amikor, hogyha második, harmadik alkalommal mentek valahova, akkor más fog történni. Például valaki, biztos vagyok benne, hogy emlékeztek arra, amikor ugye a kutyák beugrottak az ablakon, azon a folyosón, ahol voltunk. Most ugye nem történt, ilyen csak egy faág jött be. Következő alkalommal arra mentek, kutyák jönnek, szóval nem megyünk arra. Következő alkalommal erre jöttek, akkor zombik lesznek. Jó, tehát vannak ilyen részek, amiket lehetőség szerint kikerülünk. Na most, ez pedig egy tök jó alkalom arra, hogy a shotgunt azt fölvegyük, és a helyére tegyük ezt. Jó? Tehát Krisz csak így tudja felszedni ezt a cuccot. Illetve, itt már úgy emlékszem, hogy nem lesz semmi más, szóval ezt most felszedem. Jó? Oké. Okay. Izgalom, móka, kacagás. És nem lett belőlünk egy Krisz szendvics. A shotgun a legjobb barátunk egyébként, bár ezt a shotgunt nem fogom majd... Nem spoiler ezek, jó? Szóval, Csoti, köszönjük szépen. Na! Ez az a folyosó, amit I don't like. De ez van. Mindegy. Na, ezzel az ajtóval vigyázni kell. Ha háromszor oda-vissza mentek, akkor eltörik a kilincs, és onnantól kezdve cseszhetitek, jó? Na, ennek mindig szétröpül a feje, jó? Tehát ahogy ideértek, azonnal fogjuk magunkat, oda megyünk, és szépen ledurranjuk az arcát, ahogy vált a kamera. Na most én a következőt fogom csinálni, kicsit helyet csinálok magamnak, és kipakolok mindent, ami jelenleg itt nincs, vagy ami jelenleg itt van. Viszek egy handgunt, viszek magamnak egy handgun magazint, ezt is kirakom, Inkribont a helyére teszem. Jó. Na most mindjárt visszajövök úgyis ide, szóval ez annyira nem nagy para. Egyetlen egy dolgot csinálok, hogy a pisztolyt még egyszer utoljára használom, jó? Na most sajnálatos módon még errefele is fogunk jönni többször, és mint mondtam, én nem vagyok jó kikerülésben, jó? Tehát lehet látni ilyen mindenféle trükkös emberkéket, akik tényleg láttam ilyet, hogy mit tél valaki így csinál, így pörög össze-vissza, mint a muszáj volna, aztán egyszer csak a zombi az megpróbálja megharapni, nem sikerül, ő meg jól megöli. Hát nekem nincs ilyen opcióm, jó? Tehát én ebben nagyon béna vagyok. Én ebben nagyon-nagyon rohadtul béna vagyok. Hagyjam a békén! Nem. Mennyit bírna ez a pénisz? Mi bű van ez? Na. Így még nem jártam, jó? Tehát egy tár az elég szokott lenni neki. Na, jössz már? Ez úgy hallom, hogy egy fejlövés volt. És igen. Na. Szóval. Hogy ne legyenek Crimson Head-ek belőlük, ahhoz pedig egyetlen egy dolgot kell csinálni. Van ez a kis kulacs, ezt meg kell tölteni szépen benzinnel, és akkor tudjátok használni a hullákon. Jó, tehát föl lehet gyújtani őket szépen. Két módja van, hogy ne jöjjenek vissza. Az egyik az, hogyha lerobbantjátok a fejüket, mint egy a shotgunnal, a pisztolyjal, a mászniból, tök mindegy. Másik pedig, hogyha nem sikerül, akkor elégetitek őket. Jó, tehát ez a kettő darab opció van, ha bármelyiket használjátok, nem lesz gondotok. Van olyan rész, ahol ezzel nem foglalkozom. Gyakorlatilag ez volt az egyetlen egy ilyen égetős rész, amit csináltam ever. Jó, tehát ennyi. És akkor én gyorsan kiszedek egy Inkribont, és akkor... ezt elfejtettem, most itt is egy old key, és akkor mentünk egyet.